Újra itt az eső. Na, de genye ez a széles látószög. Itt szeretem pedig használni, de alig enged fényt. Most ebbe a üzőbe kell, hosszú karúba. Ének az esőben. Itt van az ősz. Mi végre. Ott van csörömből is. Nem tudom. Jaj, bizony, bizony. Vannak az életnek nehézségei mindig. Ja. Jött valaki, ki vagy? Ez szerintem a hármas szoba. Vendége bácsi. Balázs Miklós úr. Várjuk. Aztán főzök egy kis fűtojást. Most kiélem a szadista hajlamaimat magammal szemben, ami mazoizmus. Fűtojást fogok főzni és pucolni. Megnézem én ezt, hogy milyen érzés. Hát ja, kemény videó volt ez, Peti. Ilyenkor az ember úgy segítene, ahogy tud. Valahol ezért van ez bennem. De megoldja a kend, de hallgatom örömmel. Ha kell valaki, aki meghallgat, én szívesen. Mindig mondtad, hogy mit szeretnék kérdezni. Ha kérdezhetek bármit. Ezt szívesen megkérdezném. Vagy inkább csak megkérnélek rá. Ide jön a bácsi. Hát addig stopp. Megtalálta az útját. Pa-ra-pa-pa-pa-pam. Élni és élni hagyni. Igaz? Kedves nézők! A kreatívkodás. Föl kéne vennem azt a kis filmemet, én is, amit kitaláltam. Most itt vagyok a panzióban, most lehetne panzió jeleneteket forgatni. Elgondolkodtam ezen most nagyon. Valaki el van, valaki megőrül. Na, főzünk fűtojást. Aztán majd ezt akkor is fogunk erről beszélgetni. Már mindig csak ez a mulatozás. Balázs komoly is tud lenni. Sőt. Már mind úgy komoly, hogy nem kell mindig így, tudod. Ő még a koncerten is el vagyok. Most jófele néz a kamera. Jaj, csak ez már ilyen törpelátószög. Ital nélkül is, persze, de szeretek italozni is, nem mondom, hogy nem. Forrunk egy kis vizet így.
aztán betesszük egy kis... Aha, le kell tudni. Ide fűt tojászok. Meg lesztek főzőcskézni. Én még azt hiszem 22 darab. Csak még mindig nem tudom, hogy most tényleg a tojás okozna valami emésztési genyót. Mit tudom én, zepémet lehet, hogy basztatja, bár nem. Nem ott görcsöl, ahol az epe szokott, hanem úgy az egész befeszül. De szerintem ez az összevisszaság. Ma már csak egy kávét ittam reggel. Nem volt ritka, 4-5 sem. De ma megálltam, és csak egyet. Megettem korpovit kekszet. Úgyhogy... ez kell. Úgyhogy ez lesz, hogy erőt veszek magamon, és nem fogok én úgy kávézni. Ilyen össze-vissza módon, meg féktelenül. Na, várjál, már kis vizet. Ezeket jól megmostam a múltkor. Szóval kell egy kis életmódváltoztatás. 2, 4, 5, 22, 17, 43 alasztható. 7. Akkor maradt 15. Az jó. Nem hiszem, hogy a fűt tojások bántanának. Mi több. Biztos vagyok benne, hogy ők nem bántanak. Nem is kell oda sok víz már. Oh, ez itt más volt. Ez a reggeli... Hát az történt mindig. Fölébredtem, kávé. Azt valamikor... Annyi elég. Mit tudom én, dél, egy óra körül kezdtem el végre enni valamit. Hát ez nem normális. Nem csoda, hogy befeszült. Ma nem volt. Most teszek fűtőjárt, főttek azt majd. Meglássuk. Na, nagyon nem akarom megfőzni. Csak kicsit. Ja, jó lágyat. Mondjuk azt meg, hogy fogom kipucolni. Na, ez menten föl fog forni, mert hogy fölforraltam már előre a vizet. Gőz Géza. Jó, majdnem megtelt a ház. Ez volt ma már a második napom. Még van a hétvége, szombat, vasárnap, holnap is elég szépen leszünk. Ő már kifizett, ő marad, ő majd reggel jön, ő majd este jön. Az meg egy csapat. Jó, nem lesz nagyon sok teendő. Elkezdtem a recepciót is bekészíteni ide. Már a domogót bevágtam, meg kell csavarozni. Hát ez nagyon fajn lesz. Pulpitus. Innen fogom befogadni a vendéget. Jaj! Na,
Óra 9. Forsz. Szerintem igen. Kicsit össze is lehetjük. 7-esre. Na. Ez elkezdett forni, kérem szépen. Jó. Az azt jelenti, hogy annyit 4-5 percet menjen, kb. 15-ig. Jó. Na. Úgy, na, visszaállunk a széles látószögre, mert úgy fog látszani minden. Ott van. Elég lesz. Nulla. Lehűtés. Azért nézzük, hogy jön-e vendég. Hát akkor jön a pucolás. Júj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 
égette kamera. Ajj. KB. D. KD. B. Jaj, hát tudom már, hogy ezt így. Megfordítom. Ezt fölkapcsolom. Tsú, már is mennyi fény van. És akkor pont jó a görbülete. KB. Na. Lássuk a macit. Itt vannak tehát a tojáskák. Heten. A hét törpe. Kezdjük kukával. Hát ez pattog. Gumilabda lett. Ezt úgy szoktam a nagy tojással csinálni, hogy főpújítom a héját. Na hát ennél ez már nem olyan egyszerű. És a hártyát megpróbálom felnyitni. Mármint megkezdeni, és oda befolyatok egy kis vizet. Nézzük-e, itt működik-e. És akkor az egy ilyen szinóviális réteget fog képezni, mint az izületeknél, illetve a porcoknál, és szépen a víz képes körbefutni nagyon szoros helyen is, és elvileg akkor könnyedén lejön a bundája. No, szerintem ez nem volt vészes. Nézzük. Jó, megfőtt. Baszki. Ez aztán finom. Azt a kurva. Még só sem kell, mert annyira.
annyira jó zamatos cucc. Kicsit túlfőtt, tehát nem kell neki csak, mit tudom én, 3 perc. Na nézzük újra. Szerintem hosszabbra számítottam. Egész könnyen lejön. Eddig. Eddig nem vészes. Na. Szerintem ez. Ez megéri. Az szép volt. Vaj. Na jó, hagyjuk ezt a hülyeséget így. Bocsi. Kész. Bázd meg. Fejemet így bebaszom. Harmadik. Egy picit kezdeni megint csak. Úgy, ott a hártya. Bevizezzük. Nem, Mónika. Hát nem mondom, hogy hoppá, kicsit letépte a skalpját. Kicsit tökölös. Az igaz. Meg sokat kell, hát nyilván. 30 darabnál már lehet, hogy egy fasz kapok. Ez még csak a harmadik volt, az igaz. Én egyébként szeretem ezt a kis terápiás dolgokat. Tojás, pucolás. Amúgy gyűlölöm az ilyen sziszifuszit. Alapvetően, de valahogy a tojáskuszolás, nagy tojást is, kis tojást is úgy tűnik. Kedvem. Szóval az biztos, hogy nem kell neki ennyi. Kicsit. De azt ki, ez most tényleg tök jó lenne izébe rakott krumpliba, majd én ezt fogok, ám. Az is tök könnyen lejött. Tehát csak félbevágom, azt mehet be a rakott krumpliba, telefon. A persejben. 5, ez a 6. Na, kedves vendégön, 11, fél 12 körül érkezik. Visszatérő, hát azt gyorsan betesszük őket az ágyba. Majd holnap rendezzük az anyagiakat. Vagy a végén. Szóval ezzel ugye el lehet majolni, pucolgatni, van hozzá kedvem. Te Peti, én pucolok neked szívesen majd. Nagyon tipikus reggel, ébredéskor, amikor az ember még alig lát, egy másfél órát. Fűtőért pucolászni, mint a mannánél is lehet jobb. Délelőtti program. Nem olyan vészes ez. Egész könnyen adja magát. Nézd, hát egy belejön. Én azt hittem, hogy ilyen nagyon apró lesz ilyen. Nekem ez tetszik. Na, ne dobd el. Finom. Na jó. Ma ennyi.
Majd visszatérek még. Hagyaljunk.